Hűha! Na, mit néz? Ez hegedű? Ön hegedül? Igen, de látom, ön is hegedül. Ó, uram, hát a látszat az csal. Én csak úgy nézek ki, mintha tudnék hegedülni. Micsoda? Maga egy aljas gazember. Tudja, kölcsön kértem, de tud ön hallgatni? Hallgatni jobban, mint hegedülni? Na, figyelj ide! Ez akkor is egy alávaló aljas gazdaság. Tudja, magamfajta szegény zenésznek ilyen nehéz helyzetben hát nem árt, hogyha közelebbi baráti kapcsolatba kerül ezzel a főnökkel. Miért ne ismerje meg engem közelebbről ez a főnök? Magamfajta alkalmazottnak sosem árt, hogyha őt a főnöke egészen közelről megnézi. Jó magának, milyen tetszaga van. Na, figyelj csak, uram! Az engem nem érdekel, hogy magát a főnök úr egészen közelről megnézi. Engem az se érdekel, ha magát a főnök úr mikroszkóppal nézegeti. Érti? Na de egy dologra válaszol nekem, egy kérdésem van önhöz. Mit fog akkor cselekedni, ha fölkérik magát hegedülni? 10 óra előtt itt nem fogom itt sor kerülni semmiféle zenére, így 10 óra előtt nem lesz itt zenés. És mit fog 10 óra után csinálni? 10 órakor kérem, engem telefonhoz hívnak, hogy azonnal menjek haza. Mert a szegény édesanyám nagyon rosszul van. Uram, hát ez alávaló aljasság. Ezt nem teheti meg. Uram, ne tegyen engem tönkre. Én nem vagyok olyan kellemes helyzetben, mint ön, hogy hegedálni tudjak. Na jó, amit az ember nem tud, arról aztán ne dicsekedjen. Na de figyeljen már, akkor is ez egy alávaló aljasság. Na de, drága uram, higgy el, én soha életemben nem szoktam ilyet csinálni, de most nagyon rá vagyok szorulva, és ja, ilyen... Most legyen szíves, és most ezt hagyja abba. Ide jön egy fes fiatalember, ilyen tüktig, kölcsönzött frakba, ahogy látom, kérem szépen, míg a kedves neje vasalt is rajta három vonást, és saját, akkor... Saját, persze, kérem szépen. És akkor azt mondja nekem, hogy maga nem tud hegedülni. Ide állít azzal a hegedűvel, mint egy Shakespeare, kérem szépen. És akkor azt mondja, hogy... Na, figyelj, maga egyáltalán... Na, tudod, ha akkor maga nem lenne ekkora, és én nem félnék magától ennyire, akkor a pofon kevernék le magának, hogy maga arról kódulna. Érti? Kolléga úr! Kollégája magának a Mága Zoltán meg a Yehudi Menuhin. Hát maga ide jött, beállít azzal a koporsóval a kezébe. És azt mondja, hogy tud hegedülni? Na, várjon csak. Maga egyáltalán nem tud hegedülni? Egyáltalán. Piánózni se tud? Mit? Hangfogója sincsen? Micsoda? Jézusom, mekkora marra! Na, itt valami sürgősen tenni kéne, figyeljen már ide! Csináljunk már valamit, találjunk ki valamit, mert a főnök úr, ha erre rájön, hú! Kedves kolléga úr, a telefontrükk az olyan jó, erre nem fognak rájönni. Jó van, ha nem jönnek rá, az engem nem érdekel. Ki van zárva, hogy rájöjjenek? Ők már